A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorunkban igyekszünk vidámmá tenni Önöknek a következő 50 percet. Állandó vendégeimet hívtam, akik időről időre visszatérnek hozzánk. Igaz, eddig fél évente, általában ugye a nyár vége felé és karácsony előtt szoktak itt beszélgetni velem a vendégeim, de a legutóbbi adásnál abban egyeztünk meg, hogy egy kicsit kevésnek tartjuk ezt az időt, meg az együtt töltött időt, ezért megpróbáljuk azt, hogy negyed évente elhívom őket ide a stúdióba, és hát ugye most sem volt könnyű összeegyeztetni ezt az időpontot, de legalább most itt van velünk mindenki. És szeretettel köszöntöm a stúdióban Lengyel Zsófiát, esélyegyenlőségi referensünket. Örülök, hogy itt vagy, csinos vagy, vidám vagy, mint mindig. Igyekszem. Itt van velünk Torony atya is. Szeretettel köszöntök mindenkit. Keller János nagyszerű színművészünk is itt van. Szintén szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. És itt van velünk Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András is. Én köszöntöm a kedves nézőket, és köszönjük szépen a meghívást, és örülök, hogy meg jót fogunk minden bizonnyal beszélgetni. Igen, meg nevetni is azt hiszem. Hát akár, hogy nem látták a nézők az elmúlt negyed órát, még adás előtt, hogy azt kell bevágni. Szerintem elmondhatjuk a nézőknek, hogy az elmúlt negyed órában itt jókat vidultunk, mielőtt elkezdtük a műsort. Sok-sok ötletünk van már egyébként a jövőre nézve, ezt majd a műsor végén szerintem a nézőkkel megosztjuk. És hát itt tényleg már nehéz volt elkezdeni is a műsort, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi kerekedik majd most ebből az egy órából, 50 percből. No, hát szerintem folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Körülbelül így december vége fele közepén találkoztunk, és hát nyilván most mindenkinek nagyon sok mesélnivalója van. Igaz, nem fél év telt el, csak mondjuk egy olyan 4 hónap, de nagyon sok minden történt mindenkivel ebben a 4 hónapban. Kezdjük akkor szerintem András most veled, mert mindig visszafele megyünk, és nagyon nehezen szoktál szóhoz jutni, vagy sok idő telik el, mire szóhoz jutsz. Mi történt veled az elmúlt négy és fél hónapban? Hát először is rettenetesen gyorsan megy az idő, de ez azt hiszem elég közhelyszerű, mert hogyha belegondolok, hogy akkor még karácsony előtt voltunk, hiszen a téma részben éppen advent volt és a karácsonyi időszak, és ehhez képest most, amikor beszélgettünk, már éppen túl vagyunk húsvéton is, akkor lehet érezni ennek az időnek a múlását. Ebbe aztán az is látszik, hogy sok minden történt. Szerintem a legjobb időszak az éppen a karácsony volt, meg éppen az augusztusi időszak, mert azt hiszem, hogy ez mindig egy jó lehetőség az emberekkel való találkozásra, beleértve a családot, beleértve a barátokat, ismerősöket. És hát amit pedig szerintem közösen várunk, az az igazi tavasz, mert az viszont mintha elég nehezen érkezne meg az idei esztendőben, de azért megfog. És az megint azért lesz jó, a természet az újjáélet, és ezzel kicsit az emberek hangulata is mosolygósabb lesz. Uh-huh. János, nálad mi újság van? Nagyon sok lesz mindent tudom. Röviden válaszolni, de kapcsolódva Andráshoz, és a tavasz téma, ugye talán már sokan hallották tőlem, hogy minden évben elmondom, hogy számomra a tavasz akkor kezdődik, amikor a versünnep megrendezésre kerül. Ezzel ugyan már viccelődünk is, de mégiscsak komolyan így gondolom, hogy akkor látjuk meg szerintem először az igazi napsugarat, és azt a rengeteg kis remény sugárt, ahogy a fiatalok elkezdenek irodalommal, költészettel foglalkozni, és meghalljuk, meglátjuk az ő gondolataikat, az ő gyönyörű lelküket. Én azt gondolom, hogy akkor azonnal tavasz lesz itt Székesfehérváron. Egyébként nem tudom, mennyi időm van, de nagyon sok minden történt. Ugye, amikor legutóbb beszéltünk, akkor arra készültünk, hogy bezár a Vörösmarty Színház. Hál' Isten ezen túl vagyunk, a Vörösmarty Színház kinyitott. Hál' Istennek játszunk, vannak bemutatók, nagyon sok előadás. Volt egy új bemutatóm is most március végén. Egy nagyon izgalmas kamara musical a Kozák Annál stúdióban. 4-en játsszuk. Ajánlom a kedves nézők figyelmében, sokat lehet rajta nevetni, de a másik felvonásban vannak igazán gyönyörű, megható pillanatok is, tehát ez egy igazi komplex színházi előadás. Említettem, hogy elindult a versünnep, volt az Atlantis program, ami szintén számomra nagyon fontos esemény, nagyon-nagyon sokat dolgoztam idén is a fiatalokkal, de úgy gondolom, hogy megérte, mert ezeken az estéken mindig szintén valami csoda történik. Tehát amikor ott van több száz fiatal fehérvári diák, akik színházat csinálnak azon az estén, az szintén egy csoda.
Tehát ha gyorsan össze kéne foglalnom, akkor azt gondolom, hogy gyönyörű pillanatokat élhettem meg az elmúlt 3-4 hónapban, és próbálok erre koncentrálni, és ezekből erőt meríteni, és még gyorsan, röviden elmondom, hogy azt ígértem nektek, hogy ősszel tovább tanulok. Ezt sajnos nem tudom, ezt az ígéretemet tartani, és már elkezdtem, már most, februárban, keresztfélében egy új szakot Budapesten, úgyhogy közben tanulok is újra. Bocsánat, csak én nem vagyok ebben annyira otthon, ez az Atlantis program, ez mit jelent tulajdonképpen? Hát röviden összefoglalva, ez azt jelenti, idén arany volt a téma, Arany János balladák. Minden iskola, aki jelentkezik, elkészít egy jelenetet, és ezekből az egy-egy jelenetekből lesz egy komplett színházi előadás. És András szerintem ebben megerősít, hogy ez minden évben valami egészen elképesztő, gyönyörűséges egy-két-három este, amikor a fiatalokat látjuk, egyszerűen mindig azt érzi az ember, hogy az energiától szétrobban a Vörösmarty Színház, és közben olyan értéket képviselnek és adnak át, ami azt gondolom, hogy a felnőtt nézőknek is nagy-nagy segítség és nagy-nagy erő a mindennapokhoz. Egyébként nagyon érdekes volt, mert idén úgy jött ki a naptárban, hogy a versünnep elődöntője az egy-két nappal volt az Atlantis bemutatója ott megelőzően, és ezért a versünnep elődöntőjének több fiatal fellépője, az rohant át a színházba, ahogy elmondta a verset, hogy egyébként gyakoroljon a hétfői keddi előadásra. Tehát látszik, hogy összekapcsolódik, csak ezt úgy kell elképzelni, hogy több száz fiatal lép föl aznap a Vörösmarty Színháznak a színpadára, és tényleg egészen pazar dolog, amit a tanáraikkal közösen, és a színészek, rendezők segítségével megálmodnak a Vörösmarty Színházban. Ez egy izgalmas lehet így összehangolni ezeket. És azt ne felejtsük el, hogy egy színháztörténeti dolog is született ezen a utolsó estén, ugye? Igen, mert Szikora igazgató úrral abban maradtunk már a szünetbe, és aztán ezt a zsűri minden tagja osztotta, hogy nagyon-nagyon nehéz összehasonlítani különböző produkciókat, és ezért a szokásos szakmai díjakat kiosztani, ez nagyon-nagyon nehéz lenne. Viszont elérte azt a fejlődési szintet ez az egész mozgalom, talán most már így is nevezhetjük, hogy érdemes ebből egy igazi diáktársulatot csinálni minden évben, és azt mondani, hogy valamilyen struktúrába, akár a diákbérletes konstrukciók részévé is tenni egy-egy olyan előadást, amit ezek a fiatalok adnak elő, és a tanárok fogják őket nyilván színházi szakmai segítséggel majd fölkészíteni. Úgyhogy ez majd ki fog alakulni a következő évadról, hogy ez pontosan hogy is fog kinézni, de abból a felismerésből született, hogy tényleg professzionális darabok jöttek létre, amiket élmény volt nézni, nagyon nehezen vált azonban már összehasonlíthatóvá. Egy viszont biztosan kimutatható volt, hogy hihetetlenül élvezték a gyerekek és a diákok. Tehát nyilván az ott a színpadra lépő diákoknak a töredéke lesz a végén valamilyen művészetnek a hivatásos gyakorlója, bár szerintem van közöttük olyan, aki majd lehet, hogy egyszer a Vörösmarty Színház társulatának tagja lesz, és ezt kívánom is, de hogy az összes diák felnőttként színházba járó ember lesz, és a gyerekeit is majd így fogja nevelni, abban viszont azt hiszem, hogy teljesen biztosak. Bocsánat, még ehhez kapcsolódóan csak annyit szeretnék elmondani, hogy teljesen egyetértek Andrással, és én mindig elmondom minden próbán és minden csapatnak, akivel dolgozom, hogy nem az a fontos, hogy színészek legyenek. Természetesen, aki szeretné, majd próbálja meg. Egyrészt a csapat, hogy csapatban gondolkodunk, hogy színházzal foglalkozunk, teljesen mindegy, hogy orvos lesz, ügyvéd, színész, bármi. Az biztos, hogy boldogabb és kiegyensúlyozottabb ember lesz, és biztos, hogy akármilyen helyzetbe kerül az életbe, ki fog tudni állni, meg fog tudni szólalni, tud kommunikálni. Tehát nagyon-nagyon sok mindent segít ez. Tulajdonképpen mondhatnám úgy is, hogy ez nyilván ez egy külön téma, hogy ez terápia is valamilyen szinten. De egyébként nem csak mi adunk, hanem mi rengeteget kapunk tőlük. Tehát olyan értékes gondolatokkal állnak elő, ami egészen más megvilágításba helyezik be az adott művet. Tehát amin elkezdek gondolkodni, hogy lehet, hogy igaza van, és érdemes lenne úgy. Tehát ez tényleg egy izgalmas közös csapatmunka. Úgyhogy én ezt kívánom sok embernek, hogy érdemes csapatban együtt lenni és dolgozni. Gábor atya műsor előtt úgyis ígéretet tett,
János irányából, hogy megy a Vörösmarty Színházba, igen, és igen, például igen. Őt is megnézi egy darabban. Úgyhogy jövőre az Atlantis program bemutatójára is érdemes. Köszönöm, Markás, köszönöm szépen. Most a jegyzőkönyv kedvéért. Most a levéssel. Adjuk át a szót. És akkor ezek után Gábor a csökövetkező. Csak én akkor már rögtön kapcsolódik is a Janihoz, hogyha lehet. Persze. Vagy a művész úrhoz, nem tudom, hogy szeretnél jobban szólítani. Neked, Jani. Nekem is az jutott eszem, hogy mi az, ami leginkább Mizuként ide tudok hozni magammal kapcsolatban, ez a csapatélmény. Ugye itt polgármester úr említette, hogy húsvét után vagyunk, és nekem van nagy élmény a húsvét, és mindig a legizgalmasabb időszak az, hogy húsvétkor hogyan vagyunk, mert hogy olyan szertartások vannak ilyenkor, amik egészen különlegesek a többihez képest. Tehát nem egy átlag felépítésű is, ami most idézőjel sem mondom, hogy a rutinból megy már, hanem egészen új elemek, vagy ritkán használt elemek vannak. És most az idén is egy nagy élmény volt számomra azt megélni, ahogy a csapatként tudott ott a szolgálatban benne lenni. Legyen szó akár a legképpásztori munkatársakról, legyen szó akár a minisztránsokról, de talán a legkülönlegesebb élmény az, hogy hát mi gyakorlatilag a Covid óta folyamatosan közvetítjük a Szent Miséket, ugye a YouTube-on lehet követni, ugye a plébáni oldalunkon, és hogy akkor elindult egy ilyen kis közvetítő csapat, ami folyamatosan fejlődik. És most jutottak el oda, hogy ez most tényleg egy közvetítő csoportként, stábként működik, mert hogy ilyen headsettel kommunikáltak egymással, egy valaki volt benne a sekrestjében, aki látta az egészet, és akkor mondta, hogy melyik kamera hova álljon, és akkor telefonnal követték a liturgia mozgását, és akkor volt, aki vágta az anyagot. Tehát itt, ami itt a stúdióban zajlik, és ahogyan itt követnek bennünket a fiúk a stúdióból, vagy éppen itt az operatőr, aki látja, hogy melyik kamerát éppen hogyan kell állítani, és akkor ez ilyen miniben nekem egy nagy élmény volt. Ahogy ezek a fiúk ott összeálltak önkéntesként, és keresték, hogy akkor ki hova álljon, ki milyen szögből vegye föl a liturgiának valamelyik részét, hogy aki esetleg a neten nézi, annak tényleg egy olyan élmény lehessen. És picit több is, mint azoknak, akik olyan formában több is, hogy többet láttak belőle, mint azok, akik ott voltak élőben a templomban. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy, és ez nekem ez is egy pozitív élmény, mert azért sokakban van azért olyan félelem, hogy azzal, hogy interneten közvetítjük a Szent Misét, majd kevesebben fognak jönni, mert hogy az embereknek kényelmesebb otthonról nézni. És a templomba járók számát nézve azt kell mondanom, hogy hála Istennek nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak, akik élőbe követik a mise közvetítést. Azt mondtam a fiúkkal, amikor beszélgettünk róla, hogy ha más nem, akkor miattuk megéri, hogy akkor azért, mert beteg, azért, mert külföldön van, azért, mert mondjuk kerekesszékes, és nehezen tudja megoldani a mozgását. Vagy volt olyan kismama, volt olyan orvos, aki szolgálatban volt, és azt mondta, hogy ó, atya, tök jó volt, mert tudtunk követni benneteket. Szóval sokféle irányból tudnak ebbe így bekapcsolódni, és azt hiszem, hogy ez a szolgálat, ez egy nagyon szép szolgálat. És akkor itt jött nekem, mondom ezelő, hogy egy ilyen nagyon jó kis csapatélményem van ezzel az egészen kapcsolatban, és hogy a minisztránsoknak is, meg a munkatársaknak is azt mondtam, hogy szerintem a liturgia attól szép, hogy rendben van. Ugye latinul úgy is használjuk, hogy ordo. Tehát ordo missa, ez a mise könyvnek a latinus neve, az tulajdonképpen a mise rendje. És ugye ez az a fajta rend, ami egy rendezettséget jelent. És azt hiszem, hogy amikor igazán szép valami, akkor az attól válik szépé, hogy valahol a rend átjön, vagy átsugárzik belőle. És ebben megint azt hiszem, hogy ahhoz hasonlítunk, mint ami egy színházban van, hogy amikor rendben van minden, meg a helyén van minden, akkor az emberek nem érzik, hogy hol vannak, hanem hogy benne vannak a történésekben. Akkor azt hiszem, hogyha a stábügyileg megszorulunk, akkor nektek kell szólni. És szívesen szerintem egyeztetek a fiókkal, és akkor, ha kell, akkor kijövünk. Zsófi, nálad mi újság itt az elmúlt pár hónap, hogy telt? Igyekszem csatlakozni a csapatmunkához is, és egy kicsit a színészet világához is. Én dolgozom nagyon a csapatmunkán, ugye nagyon szeretném, hogyha novemberben megalakult egyesületem, a Mindenki Képes Egyesülettel tudnék egy nagyon elfogadó és baráti közösséget építeni Székesfehérváron a fogyatékossággal élőknek. Ehhez már zajlik majd a helységnek a megteremtése, ahol nagyon szeretném, hogy egy ilyen klubhelység, babzsákos, névre szóló bögrés helyszínen tudjanak bármely típusú fogyatékossággal élők odajönni, és igazából hazajönni.
Ugye ezt azért is tudom, hogy ez nagyon fontos, mert magam is ebben élek, hogy nem biztos, hogy be tudunk illeszkedni egy közösségben, nem biztos, hogy sok barátunk van, de nagyon igyekszem megteremteni azt a helyet, azt a platformot, ahol ők otthon tudják magukat érezni, és hogyha esetleg krízisük van, párkapcsolati bánatuk van, bármi, akkor oda le tudnak majd jönni, és egyféle csapatként tudunk egymásnak segíteni. Én nagyon remélem, ez van most így nagyon a fejemben és a szívemben, hogy mi hamarabb kialakítsam ezt a kis közösségi teret, és ezt a létező kis szívdobbanást, hogy otthon tudjuk magunkat érezni. Ez a tér már létezik? Vagy ez már van? Folyamatban van. Ja, folyamatban van. Már minden el van képzelve, hogy melyik szekrény hol lesz, és milyen babzsák hol, és merre találhatunk. De van egy konkrét hely, ahol lesz? Így van. Természetesen pályázás folyamán. Székesfehérvár a piactértől nem messze. Egy kis önkormányzati helység lesz álmaim szerint az én kis mindenki képes bázisom és otthonom. Nagyon fontos volt az, hogy megközelíthető helyen legyen, hiszen ugye mind kerekesszékkel, mind látássérültként fontos lesz az, hogy kényelmesen mindenki meg tudja találni a helyszínt. Úgyhogy ez egy nagyon régi álmom, és nagyon remélem, hogy ebben így tényleg egyféle csapatként bárki otthon tudja majd érezni magát. A színészet virágához kapcsolódva pedig lehetőségem van most egy picit ilyen nagyon amatőr, de egyféle színészi szerepben kipróbálni magam maga a Veszprémi Színházas munka mellett, ugyanis létrejött egy kis improvizatív színdarab, ahol hatod magammal, fogyatékossággal élőként adunk elő a közönségnek hétköznapjainkból improvizatív jeleneteket, és ezek nagyon-nagyon mókásak, két színész segítségével. Igen, nagyon-nagyon viccesek, tehát hogy például, hogy intéz ügyet egy látássérült, hogyan vásárol be egy kerekesszékes, és ezt két színész segítségével improvizatívan el is játsszuk a nézők előtt, ugye igazából kicsit így kifigurázva a dolgot és kisarkítva, de pont ezért lesz nagyon-nagyon humoros, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon élvezem, és ez is egy ilyen új színfoltja az életemnek. Meg hát persze a szép program az halad előre, nagyon-nagyon sok iskolába jártunk egészen szeptembertől mostanáig, és a gimnáziumok állnak még előttünk az év végéig, mindenhova várnak minket szerencsére az érzékenyítő programmal. Na, hál' Istennek, hogy így van. Visszakanyarodva egyébként egy gondolat erejéig, én nekem nagyon tetszik ez, amikor ugye az előző adásban is megmaradt bennem egy pillanat, amikor a rezsiről beszéltünk, és akkor is tök jól elviccelted, azt mondtad, hogy neked nem kell villanyszámlát fizetni, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy én szerintem ez nagyon jó lehet, ez az improvizatív előadás, mert tényleg mi azt gondoljuk sokszor, hogy nem tudjuk, hogy hogy kell bánni egy fogyatékossággal élővel, nem tudjuk, hogy kell vele beszélni, stb. És ők meg annyira jól el tudnak saját problémájukkal kapcsolatban viccelni, mert hát ugye ezt úgy fogják fel sokan, hogy egy állapot, és hát inkább a jót kell belőle kihozni. Igen, ki is kell emelnem, hogy a színészi szakmából van mit még tanulnom, úgyhogy szerintem megyek korrepetációra. Mert ugye az egyik jelenetem az, hogy egy idegen ember a székre próbál engem leültetni, és őszinte leszek, meg van sajnos videón, én végigvinnyogtam az egészet. Tehát, hogy a színész úr annyira jól játszotta az idegen embert, aki teljesen tehetetlenül, értetetlenül próbált engem leültetni vakon egy székre, hogy egyszerűen megmukkanni se tudtam a nevetést, pedig nekem a szerepemet kellett volna játszanom. A komoly látássérültet, aki le szeretne ülni, de rángatott jobbra-balra, lelökött a székbe, visszarántott a székbe, és igazából ugye túlzásnak volt eljátszva, de szinte valóságos ez, hogy egy ilyen apróság, hogy egy látássérült személynek ugye hogyan mutassuk meg, hogy hol az ülőhely, hogy oda ő le tudjon ülni, és ezt annyira jól megjátszottuk, hogy tényleg én... Én most jól mutattam meg? Tökéletesen amúgy. Igen? De színészi szakmától függetlenül is tökéletesen mutattam. Örülök. Majd utána még beszéljük. Egy nagyon picit komolyabbra fordítva a szót, ugye, amikor összejövünk néha... Szerintem az ma nem fog be. Nem bánom egyébként, de hogy amikor komolyabban beszélgetünk itt a műsor keretében, akkor sokszor volt ugye, amióta ez a műsor van, és ti itt vagytok vendégek, hogy ugye voltak nehézségek itt az elmúlt 2-3 évet tekintve rengeteg, és ugye mindig azokról beszéltünk, azokról is, próbáltunk beszélni, hogy milyen nehézségek elé állított minket. Az élet ugye volt két covidos évünk, aztán jött ugye a háború, aztán ugye minden vonzatát most még a mai nap is tapasztaljuk, meg éljük. Hogy egy picit beszéljünk arról, hogy ugye mi mindent mondjuk a ti életetekben polgármesterként, hát nagyon sok minden történt, és nagyon sok mindent kellett intézni, és gördülékenyebbé tenni, és elfogadhatóvá, de a színház életben is, nálad is ugyanígy.
És erről is beszéltünk ugye az előző adásban, hogy a például a rezsi kapcsán most ez egy nagyon nagy probléma volt, ugye itt a bezárásról is beszéltünk, a Városháza is kénytelen volt egy picit más üzemmódban dolgozni, de ráadásul úgy, hogy felújítás is történt, meg nálatok is, ugye. De egy picit beszéljünk erről, hogy azok a dolgok hogy alakultak itt a tél folyamán, ugye most már hál' Istennek úgy néz ki, hogy picit átlendülünk, de hát azért még vannak hozadékai ennek a dolognak. Hát nyilván ez egy nehéz tél volt, most ezt a problémát kellett megoldani, ezt értelemszerűen nem Fehérváron, vagy Veszprémbe, vagy Győrbe, vagy Budapesten idézték elő, viszont ránk is hatott, és nekünk is alkalmazkodni kellett. Szerintem egyénként, otthon a családban is, és nyilván a közösségek révén is, de az ember azért tud alkalmazkodni, és hogyha látja értelmét, hogy valamit miért csinál, akkor még a rossz helyzetből is tud jót kihozni, vagy akár lehet egy jó tapasztalata valaminek. Tehát például a Városházánál azt vettük észre, hogy az, hogy volt egy igazgatási szünet, és a kollégákat december 20-a magasságától egészen január 7-8-áig mondjuk úgy, hogy haza tudtuk engedni, az azt eredményezte, hogy kiderült, hogy volt egy majdnem 3 hét a munkatársaknak, amikor tényleg pihenhettek. Tehát a rosszban, amiből ez az egész alakult, valójában egy nagyon emberi dolog sült ki a végén, mert egy kicsit pihenhettek ilyenre, így együtt nagyon ritkán volt lehetőség. És ez nem ugyanaz, mint amikor valaki szabadságon van, a másik meg nem, mert akkor ugyanúgy jön az e-mail, jön a telefon, ő nem tudja, hogy pont a másik Szabin van, ugyanúgy keresi. Itt viszont nyilván néhányunk kellett, hogy dolgozzunk, de a többség az tényleg tudott egy kicsit pihenni. És ha már más például nem tudtunk adni a kollégáknak, akkor most tudtunk nekik adni időt. És valójában az időnél kevés fontosabb dolog van, mert azt az időt aztán otthon töltötték. Otthon töltötték a saját családjukba, barátaikkal találkozhattak, és akkor jöttek vissza január második hetébe, akkor nagyon sokan küldtek üzenetet, vagy jöttek be, hogy ezt jövőre nem lehetne ugyanígy. Tehát, hogy valami rosszból valami olyan dolog is kisült, aminek volt értelme. Én azért bízom a jövőben, hogy jövő télen akár ezt az igazgatási szünetet meg tudjuk csinálni, de közben például a színházhoz nem kell nyúlnunk. Mert közben meg egy csomó mindentől megint kicsit szegényebbek lettünk, ami egy városhoz hozzátartozik, és ezt tartósan nem szabad megtenni. Egy-egy viszmajor helyzetben valahogy cselekedni kell, de egy év múlva már nem mondhatjuk, hogy viszmajor helyzet, hiszen akkor már tudjuk, hogy volt ilyen, tehát valamennyire kell rá tudnunk készülni. Kicsit takarékosabban, kicsit jobban odafigyelve olyan dolgokra, amik eddig úgy kevésbé számítottak, most ha más nem anyagi okokból számít, de ha számít, akkor próbáljunk ebből is valami értéket teremteni. Egyébként a színházzal is volt ilyen élmény, hiszen Szikor igazgatónak jeleztük, hogy hát akkor a Városháza az azért január-februárban nyitva tart, amíg a színház nagy épülete nincs nyitva, addig mi lenne, hogyha díszteremben játszanának valamit, 3 hét múlva telefonált, hogy hát akkor 12 dühös ember, hú, mondom, zseniális, utána 1-2 nappal később megihívott, hogy Cserhalmi Műsz bevállalta, hogy ő szeretné ezt rendezni, milyen különleges a helyszín, és létrejött egy előadás a Városháza dísztermében, ami nem jött volna létre akkor, hogyha egyébként az a helyzet nincs. Tehát megint csak azt mondom, hogy valami nehéz helyzetből valami az emberek számára pozitív dolog jött vissza, mert nincs annyi előadás, amit most ne lehetne ott rendezni, akkora az érdeklődés. Mert egyszerűen mindenki olyan izgalmasnak, érdekesnek tartja, hogy egy kicsit valami máshogy történik. Úgyhogy szerintem ez a téli tapasztalat, ha nagyon röviden össze kéne foglalnom, akkor tavaly nyáron sokkal nehezebbnek láttuk előre okkal ezt a telet, mint amilyen valójában lett. Ez nem azt jelenti, hogy ez mondjuk egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna teljesen őrültnek azt, hogy ilyen lesz, de azért minden viszonylagos, és ehhez is tudtunk alkalmazkodni, most rengeteg tapasztalatunk van, ezeket le kell vonni, és meg kell próbálni a jövőben egy kicsit erre is fölkészíteni a várost. De azért tegyük hozzá, főleg húsvét után néhány nappal, hogy azért az ember megtanulhatna a saját hibáiból. Tehát, hogy a konfliktus nem háborúval kell, legalábbis reménykedjünk benne, hogy 21. században nem háborúval kéne elintézni. És azért bízom benne, hogy hamarosan béke lesz, és leginkább nyilván az emberek élete, egészsége, a családok épsége tekintetében, mert azért mondjuk találkozni ukrán menekült családokkal egy ilyen év után az akkor rögtön rávilágít, hogy minden nehézség mellett az, hogy mi itt békében, békességben élhetünk, beszélgethetünk, élhetjük a mindennapjainkat, ez óriási kincs, és hogyha pedig a pandémiára egy kicsit visszakanyarodunk, azért ott volt olyan húsvét, amikor így ebben a formában nem lehetett találkozni, mint ahogy ezt a húsvétot most megint megélhettük közösen, közösségben. És hogyha ezeket nem felejtjük el, akkor tudjuk értékelni, hogy azért az élet alapvetően szép, mosolygós és gyönyörű, és ezt kell megtalálni. A nehézségek itt vannak velünk, és azokat nem kell tagadni, de nem szabad, hogy az életünket az felemészze.
Most, hogy ezt mondtad a húsvétot, hirtelen a húsvétkor így lapoztam, feldobja ugye a közösségi oldalunk az emlékeket, és akkor pont ott volt, hogy polgármester úr, tessék, javaslatára ne menjünk ide, ez már talán a másodiknál volt, az elsőnél talán szigorúbbak voltak, és akkor emlékszem, hogy elmentünk az édesanyámékhoz, és éthordóba bepakolta a húsvéti ételt, hazamentünk, és akkor így online megtartottuk a húsvéti ebédet, és akkor így mindenki együtt volt, de valahogy mégsem úgy, és akkor így eszembe jutott, hogy úristen, hogy azért ehhez képest akkor még nem gondoltuk, hogy lesznek majd sokkal jobb idők is, és hogy ez mekkora tanítás volt akkor is. Na mindegy, zárójelben erről ennyit. Viszont ugye, ahogy a színházat most az előbb egy kicsit beszéltük, ugye akkor is beszéltük, hogy majd milyen nehéz lesz nektek, vagy nem tudjuk, hogy milyen lesz itt a télen a próbák, stb. De mégis mindent meg tudtatok oldani, és hát most már rendben zajlik minden. Én megmondom őszintén, hogy én már nem is szeretek beszélni arról, hogy milyen nehéz volt, és milyen rossz volt, és nem tudom. Tehát én tényleg, és ezt teljesen őszintén mondom, hogy én örülök annak, hogy tavasz van, és hogy süt a nap, és hogy itt van a színház. Tehát igazából én már nem is szeretek így visszagondolni arra, hogy mi volt. Az biztos, hogy ezerszer jobb volt, mint a Covid időszak alatt, amikor semmit nem csinálhattunk. Tehát már önmagában a kiindulási alap is jobb volt. Természetesen meg kell tenni, az most bezárt a színház 2 hónapig, de próbáltunk közben, próbáltunk a Fejvár Balett Színház termébe, próbáltunk a Himmelház Bál termébe, tehát ahol lehetett, mindenhol próbáltunk azért, hogy márciusban be tudjuk mutatni az új produkciókat. Tehát ez nem volt annyira szörnyű. Nyilván jó lett volna, ha nem kellett volna, de ez volt a helyzet. De sokkal jobb volt, mint a Covid ideje alatt, amikor hónapról hónapra nem tudtuk, hogy mikor lesz munkánk, mikor kezdhetünk egyáltalán bármit is csinálni. Itt tudtuk, hogy ez 2 hónapig tart, de közben dolgozunk, tehát nem otthon ülünk, hanem készülünk az új bemutatókra, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy összességében ez nem volt olyan szörnyű. Sőt, hát hirtelen márciusban már 2 bemutatót is tudtunk tartani, azért mert próbáltunk január-februárban, jöttek az új bemutatók. A 12 dühös ember, tényleg ajánlom a kedves nézőknek, egy egészen fantasztikus, különleges előadás született a Városházán, teljesen más, mint ami a Vörösmarty Színházban jó pár évvel ezelőtt volt. Nagyon nagy élmény volt nézni a kollégáimat. Ismerem a darabot, olvastam, láttam, filmváltozatot, stb. És mégis az újdonság erejével hatott, nyilván azért, mert egy új közegbe került. De szerintem ez egy óriási dolog, hogy most ott is színház született. Tehát én inkább abba kapaszkodok, hogy jó, van egy bizonyos helyzet, van lehetőségem arra, hogy valamit csináljak. Van, akkor csináljuk. És igen, amit az András is mondott, hogy alkalmazkodni kell a helyzethez és a helyekhez, és tényleg szerintem a legfontosabb ma az, hogy legyen béke. Hogyha az megvan, akkor mi bajunk lehet? Igen, meg egyébként az a jó, most ugye a Városházas dologra visszatérjek, hogy tényleg mindig, amilyen nehézségek jönnek, mindig az ember megpróbál megoldásokat találni, és az olyan jó, hogy András, ahogy mondta, hogy egyébként a Városháza az a Városháza, tehát hogy amikor emlékszem, hogy ugye volt az a bizonyos mizu, talán az egyik első, második, amikor nem tudtuk kint megtartani, akkor megtartottuk ott bent a Városházán, tehát gondolom, hogy azért ez sok mindenre ad lehetőséget, hogy bármit meg lehet ott oldani. Igen, egyébként a magyar nyelv az tényleg szép is kifejező, mert nem azt mondja, hogy a polgármesterháza, vagy nem azt mondja, hogy a jegyzőháza, hanem a városháza, ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy ez valójában a mi közösségünknek egy ilyen központi, kicsit szimbolikus közösségi tere, épülete. És most abban is biztos vagyok, hogy már csak azért is, mert folynak ilyen egyeztetések, hogy a jövőben már lehet, hogy rég nem fogunk emlékezni, mi miatt alakult ez így, de lesznek színházi előadások a teremben, mert kiderült, hogy a terem alkalmas, nyilván speciális darabokra, akkora tér, amekkora, de lehet ezt egy színházi szakember setperc alatt megtölti művészettel, a lehetőség pedig ott van, az embereket láthatólag ez érdekelte, izgalmasnak találták, eljöttek, és én bízom benne, hogy nagyon sokféle színházi előadás lesz a jövőben majd a Városházán, és majd lehet, hogy már unokáink nem is fogják tudni, hogy valójában hogy, meg mikor indult el ez, hanem ők már teljesen természetesnek veszik, hogy időről időre jönnek, és nem csak a kőszínház épületébe, vagy nem csak a Pelikánba mennek, hanem mondjuk jönnek a Városháza dísztermébe. És ezt most én egy kicsit szimbólumnak is tartom, mert ez egy kiemelt dolog ebből az időszakból, de szerintem az életünk nagyon sok területén hozhatnánk olyat, amikor igenis lehet valami rossz, egyébként valami jónak az elindító. Mert addig nem volt fontos, nem gondoltunk rá, nem volt ötlet, de egyszerűen a kényszerhelyzet előidézte, hogy ki kell találni. Jó, hát ez magától értetődés, utána már magától értetődő
lehetővé is válik. De ha az a helyzet nem áll elő, akkor egyszerűen nem jött volna elő, mert nem voltunk rá kényszerítve. Ettől persze azért a színházban van a legjobb helyen, úgyhogy azért én bízom benne, hogy jövő télen nem kell ilyen döntéseket hozni, de azért ott is milyen érdekes, hogy a színházi háttér, a műszaki csapat keresett meg bennünket azzal, hogy ha már így alakul, akkor ők szeretnék az összes lámpát kicserélni, és hogyha mi beszerezzük, tehát biztosítjuk az anyagi forrást magára a ledizzóra, akkor ők elvégzik ennek a műszaki munkáját. És gyakorlatilag így a télen az összes izzó kicserélhető volt, az ott dolgozó szakembereink munkájának köszönhetően, megint nem történt volna meg, ha ez a helyzet nincsen. De megtörtént, energiatakarékos is, közben szerintem a csapatot dolgozott, érezte, hogy hasznos dolgot csinál, és biztos vagyok abban, hogy minden nehézség közepette, ha bemegy a színházba, az a szakember fölmegy, és azt mondja, hogy igen, ezt mi csináltuk. És szerintem néha ez is kell az életünkbe. Úgyhogy ez ilyen időszak volt. Én is azt mondom, hogy azt érdemes átgondolni, hogy mit lehetett ebből tanulni, mit hogyan lehet, ami rajtunk múlik megelőzni, de ha helyzet van, akkor ahhoz pedig valamilyen szinten igazodni kell. Azért az emberi mi voltunkhoz ez is hozzátartozik. Egyébként Atya és a plébánia nagyon jó példa arra, amit mondtál, hogy a rosszból kihozni a jót, amit az előbb is ugye említettél, hogy vannak ezek a kis tevékenykedők nálatok, hogy ugye az is abból indult, hogy amikor be voltunk zárva, akkor kellett elindítanod azt, hogy már pedig mindenki ez eljusson a mise, mert hogy ugye be volt csukva a templom. Tehát, hogy azért a jó oldalait azt kihasználtátok és maradt. Sok csoport született meg ott abban a Covid időszakban, amik most is aktívak és működnek. Tehát nekem az egy nagy élmény volt, most már jó pár évre kell így már visszatekinteni, hogy amire én vágytam 10x évvel ezelőttől kezdve, hogy én itt vagyok már plébános, ugye 2007 óta vagyok plébános Öreghegyen, és vágytam arra, hogy legyenek szolgálatok, legyenek csoportok, csak hogyan szólítsuk meg, az gyakorlatilag az a covidos időszak volt az, ami egy ilyen, nem tudom, beindította ezeket a mozgásokat. Most, ami így a fűtés, meg rezsik kérdés volt, hát ugye ami nekünk nehézség volt, az annyi volt csak, hogy azt kellett kitalálni, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy működni tudjunk továbbra is. És bezárni nem akartuk a templomat, és akkor igazából itt annyi maradt, hogy a fűtést kellett lehúznunk. És ez persze nehézséget is okozott az embereknél, mert hogy hát azért, hála Istennek nem volt nagyon hideg, de azért tudott elég hideg lenni ott a templomban is. Főleg áprilisban. Igen, ahhoz képest, hogy áprilisban, igen. De hogy most az mégis annyiban elindult, hogy akkor ugyanállunk van egy ilyen hezitálás, hogy ezt a templomunkat javítsuk, vagy fejlesszük tovább. Most újra előjött az, hogy egy új templomot esetleg építeni ott a plébánia udvarba, ami annak is épül, ami. Ugye ezzel a nehézséggel küszködünk, hogy ez a templomunk, ez tulajdonképpen nem templomnak épült, hanem ez egy toldozott-foldozott épület. Annak egyszerre szépségével is, meg egyszerre nehézségével is, és hogy mindenképp valamit kell majd lépnünk ahhoz, hogy a közösség hosszú távon itt élni tudja. És például ez egy ilyen nagy kérdés volt, hogyha itt most a fűtést korszerűsíteni akarjuk, akkor nekiálljunk-e egy olyan épületben, amit esetleg lebontunk fejleszteni, vagy pedig azt mondjuk, hogy most átvészeljük ezt a nehéz időszakot, aztán megpróbálunk valami olyan megoldást találni, és végülis a tovább gondolkodás irányába végülis, ha azt mondom, hogy ha más nem legalább ennyi, akkor az mindenképp segített, hogy tovább gondolkodjunk, hogy mit is akarunk tulajdonképpen azzal a helyen, ahol az a közösség összejön. Zsófi, neked az elmúlt néhány hónapban volt bármi nehézséged? Nyilván volt, mert mindenkinek van, de hát itt ülsz ilyen kis szépen, mosolygósan, mi lehet a gond? Semmi gond. Sok-sok. A gond az mindig van, szerintem az egy létező dolog amúgy, illetve hát ez egy tény, ugye erről mindenhol nagyon őszintén szoktam kommunikálni, hogy fogyatékossággal élő emberként, látássérült emberként élni, az egy alapjáraton nehéz járat. Tehát, hogy egy olyan vonatra szálltam fel születésemkor, ami nem egy egyszerűsített dolog. Ezáltal természetesen vannak folyamatos nehézségek, mind a civil életben. Hozzátenném, a magánéletben sem egyszerű ezt fiatal hölgyként így pozitívan mindent abszolválni, de nagyon-nagyon igyekszem. Szerencsére az én munkásságomat mind az érzékenyítés világában, mint pedig majd például a leendő idei divatbemutató megszervezésében, jelenleg szerencsére le is kopogom, hogy így semmi sem nehezíti. Próbálok előre menni, a mottom az mindig visz előre, hogy képes, minden ember képes, csak mindenki másképp.
Úgyhogy ez igazából mindig bennem tartja azt, hogy bármilyen helyzet is jön, legyen ez akár egy járványhelyzet, legyen ez egy esetleges sajnos háborús helyzet, de előttem mindig ott van a példa, mondhatnám, hogy látom, ezt kristálytisztán látom, hogy lehet, tehát hogy meg lehet oldani, hogy ki lehet hozni belőle a legtöbbet. Mindennek ára van, de hogyha az ember tényleg akarja, akkor ki lehet hozni belőle a pozitívat is. Remélem, hogy a nézőknek adunk egy jó kis pozitív löketet, mert ugye pont beszéltük a műsorunk előtt is kint még a folyosón, hogy attól függetlenül, hogy kire mit oszt a sors, ugye mindenkire jócskán rak, de hogy attól függetlenül mindenki megpróbálja a legjobbat kihozni belőle, és valószínű, hogy te is például azért vagy az, aki, meg bármelyikünk, és mert hogy azokkal a nehézségekkel küzdünk, és abból kell a legjobbat kihoznunk, szerintem. Igen, szerintem ez egy nagyon fontos indító kulcs, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye sokan szokták mondani, hogy úristen, mennyi mindent csinálok, vagy mennyivel többet, mint egy mondjuk egy jól látó adott esetben. Én erre azt szoktam mondani, hogy azt képzelje bárki, hogy mi lenne, ha még ehhez látnék is. Tehát, hogy szerencse, hogy nem látok igazából, mert ez az egyetlen fékem az életben, hogy nem látok, és ez egy picit vissza kell, hogy engem fékezzen. De hogy pont emiatt ugye megtanultam tényleg értékelni, mindenkinek ezt szoktam mindig mondani, fiataloknak is, idősebb korosztálynak is, hogy nehéz nagyon megtanulni ám értékelni mindent, ameddig nem tudjuk mi az, hogy nincs. Nincs vagyonunk esetleg, nincs végtagunk valamelyik, vagy nincs a látásunk, vagy a hallásunk. Érdekes módon, hogy elveszítünk valamit magunkból, a testünkből, az elménkből, a részünkből, akkor utána már is fordul a kocka, és rájövünk, hogy ja, hogy hoppá, egy biciklizés ekkora élmény. Ja, hogy hoppá, egy májkrémes szendvics ennyire finom tud lenni. Tehát, hogy ilyen pici apróságokat is megtanul az ember máshogy értékelni, és hát ez a szerencsétlenségben a szerencsém, vagy a nehézségemben a csodám, hogy ez nekem adott, hogy ezt megtanultam már gyermekkoromban értékelni. Most az jutott eszembe, hogy milyen, most mindenféle ilyen nagy képüsködés nélkül, hogy milyen jó, hogy négyen így gondolkodunk, hogy... Mert hogy azért sokféleképpen lehetne bármiféle nehézséghez hozzáállni. Lehet hozzáállni úgy is, hogy milyen rossz, és akkor megy ez a... Nekem nagy kedvence van, Lárkullár társulatnak van egy nagyon rövid kis poénos jelenet, amikor egy cowboy megy az erdőbe, és kiabál, jaj, de fáj a lábam. És így lövöldöz bele a saját lábába, és közben sír, hogy mennyire fáj a lába, és hogy milyen rossz neki. Ez valósághű egy kicsit. Igen, nagyon sokszor szoktam idézni, hogy pedig csak lehet, hogy másfelé kéne lőni, és nem a lábamat, és hogy milyen rossz nekem. Ez nagyon jó. És hogy tehát, hogy lehet így is hozzáállni a dolgokhoz, a nehézségekhez, hogy polgármesterként, színészként, látássérültként, vagy papként hogyan, de hogy mennyire más az, amikor úgy tudok hozzáállni, és hogy szerintem ezért azt hiszem, hogy talán hálásak lehetünk a szüleinknek, meg a Jóistennek, hogy olyan alapokat vagy gyökereket kaphattunk, hogy meg tudjuk úgy fordítani, hogy tudunk úgy gondolkodni, hogy ebből a nehézségben is meglátni valami jót. Tehát, hogy valahol ezzel a reményteljes tekintettel erőre nézni. A vizes pohár, félig teli vagy félig üres, az édesapám örök bölcs mondás. Igen, csak ehhez hozzátettem még egy nagyobb bölcsességet. Én sörrel ismerem. Azt szokták mondani, hogy ugye, ahogy is van a pessimista az, hogy félig üres a pohár, igen. Az optimista az, hogy félig teri a pohár, én mint realista azt szoktam, de van benne sör. Ez a lényeg, nem? Nagyon jó. Ma is tanultunk valamit. Teljesen mindegy, hogy honnan nézem. Megmondom, az adás bölcsessége, azt gondolom. Igen. A mai nap tanulság. Már megért. Tanítás. Szóval, hogy a mai nap tanítás. Igen. Csak olyan jó volt hallgatni a többieket. Most igazából csak ennyit akartam visszajelezni, hogy azt hallani, hogy nehézségeink voltak, voltam, hogy meg kellett küzdeni, de hogy azt láttam, és azt tanultam, és azt vitt engem előre ebből a történetből, és hogy szerintem ez olyan fontos, vagy olyan jó lenne, hogyha való, akinek nincsenek meg esetleg ezek az alapjai gyökeré, az valahogy meg tudná ezt tanulni, vagy tapasztalni, hogy ezzel a látással látni a saját életét. Most ehhez képest, hogy elmondtad, hogy mindannyian mennyire pozitívan állunk a dolgokhoz, most nagyon kíváncsi lennék arra. Tudom, hogy egy kicsit bután hangzik a kérdés, de hogy is fogalmazom? Tehát, hogyha jönnek újabb nehézségek, vajon arra mennyire tudunk felkészülni? Tehát ugye volt ez a például a Covid, soha nem gondoltuk volna, az se, hogy valaha lesz háború. Hogyan állunk ahhoz hozzá, hogyha mondjuk nem tudom, mit történik. Nem tudok egyszerűen példát sem mondani, mert ugye ezek ilyen elképesztő dolgok voltak, de tényleg most nem tudom, tényleg elkezd holnap a piros hó esni, vagy bármi, akkor...
Ezekhez az új dolgokhoz hogy fogunk hozzáállni? Vagy visszük ezeket tovább? Mit gondolsz? Nekem muszáj lecsapnom, bocsánat, muszáj atyát idéznem, és azt mondanom, hogy sörrel. Tehát, hogy nem. Mosolyogva is sörrel álljunk hozzá a piros hóhoz. Reálisan. Igen, tehát hogy én is ezt gondolom, hogy nem lehet, tehát hogy pont attól krízis a krízis szerintem, és ezek abszolút krízis helyzetek voltak, hogy nem tudsz rá fölkészülni, hogy azok a dolgaid, amiket megszoktál, és mint a biztonságban érzed magad, azok egyszerűen nem működnek. És szerintem ott jön az a kérdés, hogy erre a pánikhelyzetre, hogy a pánikhelyzetben mi a te reakciód, és milyen gyorsan tanulsz meg esetleg úgy látni ebben a helyzetben, ami előre visz, vagy biztonságot jelent. És erre meg szerintem nincs recept. Én nem tudom, hogy van-e recept. Nincs. Picit talán a gyakorlat teszi a mestert, tehát hogy miután most sok minden történt velünk ezekben az esztendőkben, lehet, hogy önmagában azt a képességet azért ez fejlesztette bennünk, hogy alkalmazkodjunk. Ez nem egy fölkészülési következőre, amit el sem tudunk képzelni. Most már én tényleg nem tudom elképzelni, mi jöhet még azok után, amit mostanában történt. De azért valamennyire ezek tapasztalatot is adnak. A tapasztalat meg egy következő nehéz, hogy válsághelyzetben nyilván előhívható és használható. Én inkább ott ragadnám azonban meg, hogy mit ne felejtsünk el abból, amit már túl vagyunk. Mert néha azt érzem, hogy ott a pandémia alatt megfogadtuk, hogyha egyszer újra tudunk találkozni, hogyha erre, akkor megint, hogy akkor tényleg az emberi kapcsolatok lesznek a legfontosabbak. És aztán, amikor megint túlestünk az egészen, és megélhetnénk szabadon ezeket az emberi kapcsolatokat, akkor megint néha begyűrűzik ez az elé, és mindig kitaláljuk, hogy az miért fontos, hogy miközben valójában csak megélhetnénk azt, amitől az ember ember, amitől az emberség, amitől egy jó beszélgetés az jó beszélgetés, ami sok esetben pénzbe se kerül, egy kis időbe, egy kis szervezésbe, és utána egy nagy élményt ad az az 1-2-3 óra, amit olyan emberekkel töltünk el, akikkel egyébként jól érezzük magunkat. És hogyha ez így van, akkor rájuk az élet, az tényleg szép. Úgyhogy én inkább azt kívánom, hogy ne lépjünk túl gyorsan tovább akkor, amikor egyébként túléltük azt a nehéz helyzetet, hanem amit akkor megfogadtunk, amit akkor fontosnak éreztük, azt akkor, amikor újra természetes, akkor ne tegyük zárójelbe, hogy mégse annyira fontos, vagy nem adunk rá elég energiát, időt, hanem akkor azt éljük meg. És szerintem az emberi kapcsolatoknál e tekintetben nincsen nagyobb hiány, amit elszenvedhettünk ezekben az években, és nem volt olyan régen, amikor nem találkozhattunk volna így, legfeljebb, vagy még online műsor keretében szervezhettük volna meg ugyanezt, mint ahogy volt is. Tehát ne felejtsük el, hogy volt ilyen, tehát most, amikor tudunk találkozni, akkor igenis találjuk meg azt az időpontot, azt a lehetőséget, hogy ezt megéljük, és akkor leülünk egy kávézó teraszán, vagy elmegyünk egyet kirándulni, vagy bárhol találkozunk, és akkor éljük meg azt, hogy mit jelentenek az emberi kapcsolatok. Tehát én inkább ne azt javasolnám magunknak is, hogy ne felejtsük el, hogy mi hiányzott nagyon, tehát amikor nem kell, hogy hiányozzon, akkor azt éljük meg. Én rövid leszek, hasonlóképpen gondolom én is, de én érzek magamban már annyi erőt, hogy valamilyen szinten megedzett ez az elmúlt pár év, és bebizonyított nagyon sok mindent, de egyet biztosan, hogy mindig van lehetőség. Tehát, hogy eddig, hála Istennek, nem találkoztunk olyan helyzettel, amikor tényleg az van, hogy semmit nem tudunk csinálni, hanem mindig ki lehetett valamit találni, mindig lehetett valahogy segíteni más embereken, lehetett saját magadon is segíteni, tudtál tanulni, munkád is volt, nem úgy, ahogy megszoktad, nem biztos, hogy az baj, mert szerintem ez is fejleszti az embert, hogyha új helyzetek, új kihívások elé állít az élet vagy a sors. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elég edzettek lettünk szerintem a pár év alatt ahhoz, hogy ha piros hó esik is, akkor lehet, hogy mondjuk a Vörösmarty Színház zárva lesz, de akkor kitaláljuk, hogy a Városházán túl mondjuk még lehetne előadás mondjuk itt a Médiacentrum udvarán, vagy nem tudom, szóval most hülyeséget mondok, de valahogy, hogy honnan kezdjük? Jó kezdünk? Rádiójáték a Vörösmarty Rádióban. Például. Ez de jó. Szóval, hogy szerintem, hogy az első ne a pánik legyen, hanem az, hogy próbáljuk megoldani és alkalmazkodni szerintem az adott helyzethez. Akkor biztos, hogy sokkal könnyebb lesz. Én nem akarom eljámborkodni túlságosan dolgot, nekem erre mindig az jut eszembe, hogy és ez a saját felelősségem, hogy keresztény emberként, meg katolikus emberként, papként, vajon nem tudom jobban mondani, hogy mennyire felejtem el azt, hogy ki is vagyok, vagy mi is az én alapom. Tehát a hitemből fakadó alapom, amit már szerintem több műsorban is beszélgettünk, akár egy külön is, hogy nekünk ott van egy alapmintánk, pont amit most húsvétkor megéltünk,
hogy zajlik normálisan egy szertartás, és akkor egyszer csak összezavarodik minden, és totál ilyen zűrzavarossá válik minden. Van egy pont, amikor nem tudunk semmit se csinálni, és akkor ebből a pontból visszajövünk, és újra megy minden. Szóval, hogy a húsvéti liturgiánk az abszolút egy ilyen krízis minta, hogy van remény, totál zavarodottság, nem tudjuk, hogy mit kell, bénaság, és akkor van egy ilyen remény. Csak nekem, és ez megint az én felelősségem, hogy tudok-e azokra hatni, akik mondjuk ott vannak a misén, hogy ne felejtsük el, hogy nekünk van egy ilyen alapunk és minták. Bármilyen helyzet van, de hogy egy ilyen mintát mindig végigjárunk, és végigjárunk minden évben, amikor a húsvétot ünnepeljük. És akkor annak mindig az a folytatás, hogy összetörött minden, összezúzódott minden, elveszett minden, legalábbis úgy tűnik, de hogy utána mégiscsak van valami folytatás, valami reményteljes kitekintés. Zsófi, akartál hozzáfűzni valamit? Én is valamit. Valami bölcsed, megpróbálok gyorsan kiszedni azt már előttem azt a point. Nekem tényleg csak önmagam, meg az ön utam van mindig a fejemben, ugye, ahogy az előbb ezt ki is fejtettem, hogy tényleg minden ember képes. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen háttérrel rendelkezünk, milyen anyagi helyzettel rendelkezünk, ne adja ég, betegek leszünk. Nagyon jól tudjuk, hogy tényleg minden ember képes, csak lehet, hogy picikét másképp, más úton, más lehetőségeket kell hozzá megtalálni, de hogy képesek vagyunk kihozni a legjobbat, azt gondolom. Csak ehhez akkor akarnunk is kell. Tehát a kis plusz toldalékom az annyi ehhez, hogy így van, hogy ezt akarnunk is kell. Nagyon fontos az indítatás, a családi háttér, a saját értékrendszerünk, önmagunknak az önismerete, de ennél is sokkal fontosabb, hogyha szeretnénk, akkor biztos, hogy képesek leszünk. No, még van egy pici időnk a műsorból. Szeretném, hogyha a következő percekben azért a jövőbe is tekintenénk, hogy mi van előttünk most, de most előtte gonosz leszek, és kaptok egy feladatot. Igen. Mert hogy a műsorunk végén el fogunk mondani egy most felvetődött ötletet, és én azt szeretném, hogy ehhez kapcsolódóan, még nem mondjuk el a nézőknek, hogy mi ez, de ehhez kapcsolódóan, amíg itt beszélgetünk még a jövőről, addig egy picit gondolkodjatok azon, hogy a műsor végén kinek tennétek fel egy kérdést. Mindenki valakin gondolkodjon, hogy egy műsorban? Kérdés most még itt. Tehát még most én azt a feladat. Igen, én is ezt mondom. Egy kérdést valakinek fel kell tenni, olyat, ami nyilván a nézőknek érdekes lehet. És akkor most beszéljünk egy picit téged is, a jövőről. Téged is lehet kérdezni? Persze, hát öten vagyunk, szóval. Persze. Látom, meglepődtetek most ezen a kérdésen, de megvan. Vagy kérésen, megvan. De addig egy picit beszéljünk arról, hogy látom, ti kinéztétek egymást. De gyorsan valami alternatívat is kell, hát ha ugyanazt kérdezi valaki majd. Vagy nem gondol semmire, és akkor, jaj, én is ezt akartam kérdezni. Pont, és pont. Mikor lesz karácsony az a kérdés? Jó, most még akkor ezt magatokba emésztétek. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki mire készül most, addig tekintsünk előre, amíg nem találkozunk mondjuk kb. Augusztus környékén. Polgármester úr. Sok minden lesz tavat, még. Így van, jön a tavasz, jön a nyár. Nagyon jó, hogy szinte minden rendezvényt meg tudunk tartani. Ezek nyilván nagy előkészítő munkát igényelnek, közben mennek a rutin feladatok is, sok fejlesztés zajlik a városban, úgyhogy szerencsére, és most ezt a legkomolyabban mondom, nagyon átlagos hónapok elé nézünk, ami sok munkát jelent, de milyen jó, hogy ez a sok munka van. Megint csak belekapaszkodva abba, amikor becsukom a szemem, és mindig magam előtt vagy, mondjuk az Instagram földobja az emlékeket, és akkor a teljesen üres belvárosba sétálok haza, mert éppen mindenki maradj otthon kampányt kell, hogy segítsen és játszon. Most ahhoz képest nem jöhet probléma, mert azért nekünk tényleg az tartozik hozzánk, hogy a város él minden nehézsége mellett is, és ez szerencsére így lesz a következő hetekben is, bízom benne, hogy hónapokban is. Úgyhogy a feladat az lesz, de ezt egyáltalán nem bánjuk. Egy valamit szeretnék már nagyon, úgyhogy Gáborhoz fordulok, hogy legyenek szívesek ebben közben járni, hogy végre egy kicsit az időjárás, ilyen tavasz itt, mondjuk két egymást követő szép tavaszi napsütéses nap, tehát nem sokat kérünk, kettő. Azt már sikerült elérni, csak visszaemlékeztetnék mindenkit arra, hogy tavaly nyáron mindenki mondta, hogy hiányzik a csapadék. Igen. Ugye végre egyszer esni fog, legyen végre eső. Hát most megkaptuk, most szerencsére van eső, tehát ne felejtsük el, hogy egy évvel ezelőtt ezt kértük, mert szegény gondviselésnek se könnyű velünk, mert állandóan mást kérünk tőle, hogy mivel segítsen, mert hogy ez valójában a természetet szolgálja, és én azért is várom azt a pár nap igazi tavaszi időt,
hogy a legszebb természeti újjászületés az megszülessen, amit a növényekben látunk, és hogyha ez így lesz, akkor a város nagyon virágos lesz és zöld, és én az a tapasztalatom, hogy az embereket mosolyra készteti, és jó sétára készteti, egy kutyasétáltatásra készteti, egy teraszos beszélgetésre készteti, és szerintem ettől szép egy városban élni. Vörösmarty Színházban folytatódik a munka, játszom az eladásaimat, emellett készülünk a 6. Veszprémi Rátai Róbert Operett Fesztiválra, ugye aminek én a művészeti vezetője, és az idei az nagyon különleges lesz, hiszen a dísz vendégváros Székesfehérvár, úgyhogy ez egy különleges fesztivál lesz az idei. Emellett pedig ugye iskola, tehát beadandó feladatok, vizsgai időszak kezdődik ugye előről. Azt elmondod nekünk, hogy most mi lett aztán? Mert a múltkor nem tudtad megmondani, hogy mi a, jó, mi lesz a választás. Vagy a múltkor azt mondtam, hogy ősszel kezdem, és három különböző szakot mondtam. Ez kép, nem, ez hirtelen jött, mi ez egy külön is. Tudtad, hogy jössz a vizuba, és már szerettem volna a múlt időben. Ez már a kérdés? Nem, ezt a szívi nem fogja elfogadni. Igen, ezt nem fogja elfogadni. Szóval, hogy tényleg ősszel akartam folytatni tovább, de aztán rátaláltam erre a szakra, és nagyon megtetszett. Mondtam nektek akkor, hogy milyen területeken gondolkozom még, hogy mit szeretnék még tanulni, és végül is találtam egy ötvözött formát, ami azt hiszem, hogy most így a teljes egész. Ha sikerül elvégeznem, akkor kulturális turisztikai menedzser leszek. Tehát ebben nagyon-nagyon sok minden benne van. Mindegy, most erről nem is beszélek, mert ez majd egy külön téma lesz, de ugye újra vár rá majd a szakdolgozatvédés, stb. Mindegy is. És akkor emellett pedig most egy kicsit sejtelmes leszek, de ez egy, azt gondolom, hogy külön bejelentés lesz majd hamarosan. Nyáron készül valami itt Székesfehérváron. Nem a Vörösmarty Színházban, központi helyen. Felkértek egy hihetetlen izgalmas és nagyon nagy feladatra, színészi feladatra. Akkor az én kérdésem az, hogy mi ez? Ez a Szilvi nem fogazja. Köszönöm Szilvi. Köszönöm Szilvi. Köszönöm Szilvi. Hogy ez egy, annyit mondhatok most jelen pillanatban el, hogy nagyon nagy kihívás, nagyon nagy óriási lehetőség, nagyon nehéz feladat, de lesz ebből több előadás, hogy hol és mikor és mi ez, erről majd úgyis külön fogunk beszélni, de tulajdonképpen ezt már most el kell kezdenem tanulni ahhoz, hogy ez nyáron ez úgy tudjon menni, hogy ne kell hozzá. Azért nem voltam nagyon meglepődve, mert ezt a múltkori műsorban is igaz, hogy ennél még titokzatosabban most már több mindent nem mondasz el. Most már több mindent tudok róla. És hát készülsz a műsorvezetésre is, de erről majd kicsit később, viszont hogy rád csatoljak, vagy kapcsoljak, és egy kicsit én is mondjak erről valamit. A te példádon is, meg a te példádon is felbuzdulva, mert ugye te is mondtad múltkor, hogy tanulsz. Nekem azt csak az enyémen. Jövő hétfőn lesz a felvételi elbeszélgetésem. Ugye? Úgyhogy, de ugye? Majd meglátjuk még, mert nem biztos, de szeptembertől elvileg én is ezt újra egyetemista leszek. Ekkor egy kérdés adok. Segítettem. Megvan a kérdés. Nem. Jó, de nem biztos, hogy de nem mindenki tőlem kérdez, na mindegy. Jó, igen, most tényleg azt szerintem. Ez majd tényleg lehet, hogy egy másik műsorban jobban jön, amikor majd a... Iskolás élményeink címmel, vagy mi lesz ez a másik műsor? Mizu a suliban. Igen. Na, ezt majd megbeszéljük. Igen, és még hirtelen most volt egy kérdés még a fejemben, de majd visszajön Gábor, hogy mire készülsz. Én nekem a Janni példát tudom csak mondani, követni kell, hogy a szakdolgozatomnak a témát kell leadnom rövidesen, mert hogy én keresztfél évesen kezdtem át. És akkor jövő február, te is? Addigra fejeződik be, igen. Nekem is. Igen, úgyhogy... Milyen ugye? Vicces lenne, hogyha fordítottan mennétek be záróvizsgálni. Az még lenne. De várjál, hány pétele lesz? Lehetne egy rendszerűen kiadásom a vizunak, hogy ez hogyne az áróvizsgabizottság. De jó. Na, szóval hogy azt kell videsen beadnom, meg a másik, ami ilyen de meg van már a témát, bocsánat. Meg. Igen? Nagyon jó. Szóval beszéljünk be a másokat. Nekem is van már valamit. Igen? Jó. És a másik az egy zarándoklat lesz majd.
egy ilyen dél-európai, délvidék, dél-európai zarándoklat. Ez a... Lehet csatlakozni? Mizukodó kiadás. De fent tudom, még van ehhez. És akkor zarándokolunk. És tarna. Mizu zarándok. Igen. Csinálunk mizu, egy külön zarándok mizu. Na, ez tessék. Menjünk. Na. Menjünk. Ez jó. Mikor lesz? Ez június 10. Hát az pont a szereplésed kezdőkelős közepén. Mikor június? Június, azt hiszem 5-ével kezdünk majd, indulunk majd. És de csinálunk egy külön utat. Hát egy hét, hat nap hét, hogy van 7 nap, 6 éjszaka, azt hiszem így van. Akkor lesz, miről beszámoljál majd lesz. Az augusztusi műzőből. Hát ha majd a riporter megkérdezi tőlem esetleg. Külön adás. Na, de igen, majd azt meglátjuk, hogy ki lesz. Ez egy kérdés. Igen, úgyhogy ez az, ami mondjuk így előtte már is izgalmas, meg hát még ugye ez a húsvéti időszak azért tele van ünnepekkel, és akkor még ezek azért várnak rám, hogy ezeket az ünnepeket is megéljem, átéljem. Úgyhogy most így talán ezek, amik itt vannak leginkább. Meg ha minden jól megy, barátaimmal megyek ki Rómába egy pár napra. Ó, úgyhogy az mindig oda is jó. Menjünk. Menjünk. Azt mondja János, hogy oda is menjünk. Menjünk. Jó. Mi lenne mindenhova? Mindenki felkísérne. Oda mikor mész? Május 5-e, azt hiszem az a hétfő. Az mindjárt itt van. Pont ezt hallják, mert... Igen. Elfelejtetted, hogy mikrofonban rejt. Igen. Zsófi, menj meg az urakat, menj meg. Kicsitben szétfordult. Divat bemutató. Gyorsan benyögtem. Ami előttem áll, és nagyon nagy volumenűleg is nagyon remélem, az a városnak és polgármester úrnak köszönhetően idén is lesz bennünk is ugyanaz a szívdobog divatbemutató, és most már, hál' Istennek, nem online formátumban, hanem nagyon remélem, hogy élő nézőközönséggel. Úgyhogy a Mindenki Képes Egyesülettel és az Ability Fashion Egyesülettel azon dolgozunk, hogy minél több fogyatékossággal élő modell, most már urak is kifutóra tudjanak lépni magyar divattervezők ruháiba, és be tudják mutatni azt, hogy a szépség is mindenki, és hogy mindenkiben megtalálható természetesen. Emellett a parasport az örökkön-örökké a részem marad, úgyhogy idén is több nemzetközi verseny áll előttem parakerékpár sportákban, nagyon várom, illetve hát természetesen remélem minél több élmény, kaland, motorozás és minden, ami az életben mosolyt tud okozni, az nagyon remélem, hogy előttem áll még idén. Jó, csak arra kérünk, hogy vigyázz magadra. Igyekszem. De most jön az, hogy mi lenne, ha látnál is. Hát igen, igen, de nem én vezetem a motort, nem kell aggódni. Jó. Valamit akartam még ezzel kapcsolatban is mondani, de mindig elfelejtem, látjátok, most már annyira a végét várom a műsornak. Igen, mert hogy annyira várom a végét a műsornak, mert hogy akkor most... Azt várod, hogy nem azt várom, hogy végre elmondhatom. Csak belekötöttem. Ezt majd legközelebb. Ezt most visszakaptam. Én azt hiszem, hogy ezt most visszakaptam a múltkoriért. De ezt tudod, hogy miért kaptam, András? Amit a múltkor tudod, mondott nekem. Igen. Nem, de arra nem emlékszünk. Amit, na jó, azt ne is hozzuk fel szerintem. Igen? No, mert hogy hát a nézők kedvére elmondjuk, hogy a műsorunk előtt azért nem nagyon bírtuk elkezdeni a műsort, mert hogy ilyen mindenféle ötletek jöttek elő. És ugye nekünk már régóta van egy olyan tervünk, hogy mindenki szeretne mindenki, vagy valakinek a bőrébe bújni, tehát mondjuk megnéznénk azt, hogy mondjuk polgármester úr milyen mondjuk toronyatyaként, vagy egy... Vagy, de jó, nem pont toronyatyaként, de hogy atyaként, vagy a színész bőrébe bújni, és stb. És stb. Ez az egyik tervünk, ami majd reméljük egyszer megvalósul, mert mindig beszélünk róla, de... Volt egy ilyen nagyon jó ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha a következő műsorokban az én helyemre ideülnétek ti, és a következő műsorokat ti vezetnétek, és akkor én is vendég leszek. Úgyhogy most azt beszéltük meg, hogyha itt most ezt megígérhetjük, hogy a következő műsorvezetője Keller János lesz. De ezt megszavaztátok? Nem. És... A feladatot azért kapták a kedves vendégeink, hogy leteszteljük őket, hogy milyen jó műsorvezetők lennének, úgyhogy én most akkor meg szeretném hallgatni a kérdéseket, és akkor majd ugye megyünk sorba, olyan is lesz, hogy a polgármester úr lesz a műsorvezető, de Zsófi is, atya is, úgyhogy izgalmas mizuknak nézünk eléve. Akkor nézzük a kérdéseket. Kinek van meg? Zsófi. Én CV-től szeretnék kérdezni, Júj. És azt szeretném kérdezni, hogy miből merítesz erőt? Húha, megfogott, nagyon jó műsorvezető vagy. Hát nem is tudom. Egyrészt jó Istenből, az biztos. Másrészt meg hát a gyerekeimből.
meg hát ugye, aki ismer engem, az ugye tudja, hogy azért elég sok nehézségen átestem már, de olyan dolgok vesznek mindig körül, azt veszem észre, ami miatt muszáj csinálni. Tehát, hogy nincs olyan, hogy nem. Ezt a János jól ismeri, azt gondolom, igen. Mert nekem ezt a bölcsességet ő tanította meg, és én azóta azt mondom, hogy egy színész barátom, ha fogalmazhatok így, tanította nekem ezt, hogy a muszáj visz előre. Igen, tehát nincs olyan, hogy nem. Tehát ezt a betegségem alatt is megtanultam, amikor egy pillanat erejéig, vagy egy nap erejéig azt mondtam, hogy úristen, most mi lesz, és akkor ugye most nem megyek bele mélyebben, de ugye akkor volt egy ilyen pillanat, és azt mondtam tükörben nézve, hogy mi van, hát ezt csinálni kell, itt nincs mese. De ugyanez minden téren az életemben itt van, és ez szerintem nagyon jó, mert ugye mindig kitalálok újabb és újabb dolgokat, és akkor így ezek visznek előre. Akkor én ezt még gyorsan le is csapom, mint leendő műsorvezető, hogy téged tovább visz a hited, a szereteted és az akaraterőd. Ez így van. Nagyon jó. Fú, gyerekek, én még egyet kitaláltam, hogy osztályozzuk majd a műsorvezetéseket. Ez mindig vacsora csatalanyag. Vagy hasonlítsunk. Vagy ne hasonlítsunk. Azt is csináljuk, mi vacsora. Jó, mert mindenki külön egyeniség, az biztos. De Zsófi most egy csillagos tízest kapna tőlem. Jó, én akkor most gyorsan, bocsánat, közben szólok, de engem nagyon érdekel, hogy mi az, amit tanulni szeretnél. Ez nem egy nagy kérdés nyilván, de szerintem fontos egy műsornál, hogyha valami így elhangzik, akkor hogy azt le is zárjuk, és ez a téma engem érdekelne, hogy de ezzel most a kérdésedet ez már egy kérdés, igen, hogy mi ez nem érdekel. Amíg mindenki tőled kérdez, ide. De ne tőlem kérdezz. No, HR-t. HR-t fogok tanulni. Oh. Egy teljesen más dolog. Ez csak a kommunikáció úgy, nagyon hozzátartozik, fontos igen, nagyon fontos. Ugye milyen jó kérdés volt? Jó kérdés volt. De igazából nincs ezzel most olyan nagyon túl sok cél. Az a cél, hogy újabb. Tanuljak egy picit még, és egy újabb képzésen vegyek részt. És miből a felvételi? Egy szóbeli elbeszélgetés lesz. Egyébként az eddigi diplomáimból a krediteket beszámolják, és akkor úgy. Úgyhogy igazából... Drukkalunk. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt 90%, hogy felvesznek. Tehát ez igazából nem... szerintem 100, biztos, hogy 100, mert a Kodolányi János Egyetemről van szó, és ott már nem nagyon vannak ilyen felvételi ponthatárok, meg ugye vissza is jeleztek már, hogy rendben lesz, és hogy igazából ez csak egy formaság szerintem ez a beszélgetés. Ami még biztos, hogy mostanában fognak bedobni újabb mesterszakokat, és azt mondták, hogy azt azért várjam meg, mert lehet, hogy lesz olyan, ami esetleg a szakmámba vág. És hogyha lesz ilyen, akkor lehet, hogy ezt most hagyom, és akkor a következő keresztfélévesre fogok becsatlakozni, azt majd keresztfélévesnek hirdetik meg, mert akkor inkább olyat tanulok, de most ezt így választottam, hogy még valamit, mint te. Igen, és akkor még elnézést, még egy záró gondolat hozzád, csak lehet, hogy itt a nevedgélésben nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy kinek a hatására jelentkeztél az egyetemre. Jaj! Hogy is történt ez a jelentkezés? Kedves nézőink, az egyik motiváló erőm Keller János volt. A mikrofon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyébként ezt most nem elviccelve, de már akkor is, amikor ezt egy évvel ezelőtt, vagy kettő, amikor az előző diplomádat csináltad, igen, és már amikor először mondtad ezt, akkor én már kezdtem ezen gondolkodni, hogy vajon miért is ne? Hát mondom, hogyha a Keller János színművészünknek, aki éjjelente szerepeket, szövegeket tanul, megy, és akkor miért ne menne? Úgyhogy én is lehet, hogy gyerekek... Szokták kérdezni tőlem, hogy te normális vagy egyébként, tehát neked ennyi időd van, gyerekek, meg munka, meg minden mellett. És így mondtam, hogy hát nem, nincsen, de majd valahogy belesűrítjük. Most ez egy újabb kihívás. Köszönöm a kérdést! Kinek van kérdése, polgármester úr? Nekem van egy közös kérdés, mindenki kivéve János kérdésem, hogy elmegyünk-e megnézni a színházba Keller Jánost? Igen. Igen. Ezt elfogadjuk kérdést. És Zsófihoz van egy kérdésem, pont Mokkával kapcsolatban. Nem tudom, mennyire látszik ő itt a kameraképeken, de hát egy fantasztikus kutyus is itt van velünk, ami Zsófi mindennapjait segíti. És előbb kinn a folyosón is láttuk, hogy Zsófi még arra is rá tudta venni, hogy ő éppen elment Szilvi veled máshova, és azt mondta Zsófi neki, hogy maradjon, és ő maradt. Hogy persze őt nyilván készítik erre a feladatra, de
még melletted is készül, vagy ti most már annyira a szimbiózisban éltek, hogy egymást is folyamatosan jó értelműen nevelitek? Hát a jó értelmet levenném, tehát igaz, egymást neveljük azóta folyamatosan. Hozzáteszem, hogy ez vizsga feladatunk például. Tehát ugye először a vakvezető kutyus vizsgázik egy kiképzővel, próbálom gyorsan besűríteni az információkat, aztán maga a látássérült személy vizsgázik a vakvezető kutyusával, és ez alapvizsga feladatunk, ez nálunk éppen a török udvarnak az egyik kovácsolt vas kapujánál történt meg, az a vizsga feladatunk, hogy 3 percig stopperrel mérve neki helyben kell maradnia úgy, hogy engem nem lát, tehát a gazdát, a falka vezért nem láthatja, hanem én elbújok, és ő 3 percig még egy légy mozdulatára se szabad igazából kis túlzással, hogy reagáljon, hogy megmozduljon, hiába lengetnek előtte egy ilyen kis szalonna darabkát, akkor se szabad, hogy arra reagáljon. Hát most remélem a kiképzőim nem nézik az adást, ez akkor még ment, most már azért nem vagyok benne biztos, hogy bár azt láttuk, hogy nagyon szépen nyugton maradt, és megvárta, hogy hazajön a gazdi. Igen, tehát hogy ez természetesen feladata. Állandóan csiszolódunk, tehát alapjáton kellett egy 3 éves a párkapcsolatunk, kellett egy 1/2 év, amíg azt tudtam mondani, hogy én is úgy mertem hozzányúlni, hogy tényleg megmertem mondjuk erősebben fogni, vagy úgy rászólni. Nehéz volt az elején összecsiszolódni, megtalálni a hangsúlyt, hogy hogyan tudjuk egymást megérteni. Hozzátenném, hogy nagyon jó párosítás vagyunk, mert makacsot makacs mellé, úgyhogy enyhén szólva izgalmasak a hétköznapjaink, azért néha a kisasszony a mai napig küzdünk, hogy ki is az, aki hordja a nadrágot ebben a kapcsolatban, de hál' Istennek én vezetem ezt a dolgot még egyelőre. Köszönöm a választ. Polgármester úr egyébként valójában azért kérdezte ezt meg tőled, hogy hát ha tudsz majd tanácsokat adni kutyanevelés terén. Fantasztikus, okos, értelmes és szép kutyus. Hát ez a kutyasulingnak köszönhető, hogyha nem vagy, akkor én is mondanám, hogy a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának vagyok, ezért nagyon hálás. Tehát ha ők nem lennének, és ha nem lennének ezek a kiképzők, akkor én most nem élhetném így ilyen szabadon az életemet, egy ilyen csodálatos kis társa, mint ő. Úgyhogy talán Mokka megért egy kérdést. Igen, biztosan. Így van. Csak egy poént hadd érezzek meg, hogy a Zsófi abban is tud nekünk segíteni, hogy ez a nadrágot kihordja, mert minden ilyen vezető szerepben vagyunk, és akkor ezek szerint megtanít az bennünket, hogy hogyan kell megküzdeni az, hogy vezető tudja elmaradni. Ez zárójel bezárva. Nekem csak az jutott kérdésként eszembe, hogy kicsit változtattam az alapkérdésemen, de akkor én a polgármester úrhoz tenném fel, Andráshoz tenném fel azt a kérdést, amit eredetileg akartam, hogy ha most így választhatnál szerepet, ugye volt arról, hogy atyaként milyen lenne, de hogy most ettől függetlenül nem magam miatt, hanem csak úgy általában most te szabadon eldönthetnéd, hogy melyik szerepet játszanád így mondjuk a négyünk szerepek közül, hogy melyikünk szerepébe lépné be először, akkor mi lenne az a szerep, amit először kipróbálnál? Én nagyon szeretek beszélgetni, és itt csak olyan, én azért élvezem mindig a Mizút, mert olyan emberekkel találkozom, akik úgy érzem, hogy szintén szeretnek beszélgetni. Tehát közhelyes lesz a válasz, hogy mindegyiket, mert mindegyikben azt látom, hogy emberekkel lehet foglalkozni, emberekkel lehet találkozni, emberekkel lehet ismerkedni, és mindegyik egy kicsit arról is szól, hogy bizalmat adok azért, hogy bizalmat kapjak. Uh-huh. Úgyhogy ezért nem fogok válaszolni, mert mindegyikhez is lenne kedvem. Nagyon izgalmasnak tartom majd azt, hogy ha nem is osztályozása, hogy ki hogy csinálja a műsorvezetést, de hogy mennyire lesz különböző, vagy nem különböző a műsor attól, hogy más fog kérdezni, és hogy máshogy fogunk rá válaszolni. Úgyhogy aztán majd kipróbáljuk az összes többit, és ígérem, hogy nagyon sok aktával készülök majd nektek, amikor a polgármesterséghez jöttök. Lesz sok adminisztráció és bürokrácia, sok-sok izgalom mellé. De azért nektek már könnyebb lesz, mert ugye én vagyok az első, tehát akkor már ugye lesz... De te lesz a nekünk. Köszönöm szépen, Gábor atya, ezt utána megbeszéljük. Én viszont kezdek attól félni, hogy ha túl jók lesztek, akkor a végén nekem nem lesz már itt szerepem. Nem szerintem, akkor nem lesz, hogyha az 50 percesnek tartott műsort több mint egy óra után sem fejezzük be, mert akkor legközelebb letiltanak minket a képernyőről, mert nincs az a műsoridő, ami elég lesz nekünk. Igen, hát akkor ezt most úgy vesztük, hogy most itt muszáj befejeznünk a műsort. Sajnos tényleg azért, mert hát szerintem még egy órán keresztül biztos tudnánk folytatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hát akkor az elkövetkezendő néhány hónapra, amíg nem látjuk egymást, pontosabban biztos, hogy látjuk egymást, csak nem ilyen keretek között, addig hát nagyon sok jót kívánok nektek, mindenféle jót. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.